alaposan bemelegítettek a krúdisok az idei krúdi futásra. Ebben az évben a tavalyihoz képest egy méterrel hosszabb távot, vagyis 2019 métert kellett teljesíteniük a fiataloknak. Így indult a futóverseny, melyre 27 csapat és összesen 497 induló nevezett. Három éve rendezik meg kifejezetten futásversenyszámban ezt a megmérettetést, melynek céljáról az egyik főszervező beszélt híradónknak. Elsősorban az, hogy egy közösségi élményben legyen része a gyerekeknek. Az együttfutás, az együttsportolás, hogy együtt legyenek, ez azt hiszem, hogy nem kell hangsúlyoznom, hogy miért fontos. Próbálunk hagyományt teremteni belőle. A futás rész az a harmadik, de egyébként 16 évvel ezelőtt egy duatlonnal kezdtünk, viszont a kerékpár miatt az kevesebb diákot mozgatott meg, és úgy tűnik, hogy ez jó ötlet volt, hogy a futásba mentünk át. Az első befutó, aki szenzációs idővel teljesítette a távot, Deák Bencét rögtön a célba érkezése után kérdeztük. Hogyan építetted fel a taktikát, vagy van egyáltalán a taktika 2000 méteren? Hát igazából most azt terveztem, hogy elején megyek a tömeggel, aztán hát a tempót lassanak éreztem, ezért megindultam egy kicsit jobban. Az, ahogy megnyerted a futást, milyen címet nyertetek meg, vagy segít esetleg a diákigazgató választásban nektek? Igazából most az osztályunkból az első négy ember pontja számít bele a diádiri csapatszámításos versenybe. Ez igazából az első hely felér 20 ponta, hogyha a csapatunk is eléri az első helyet. Milyen érzés nyerni? Igen, jó. A Krúdi 2019-es futásán tehát csaknem 500-an vettek részt. Tanárok és diákok is futottak, sőt, 5 másik győri középiskolából érkeztek fiatalok, hogy átéljék azt az érzést, amit már 3 éve ad az iskolásoknak ez a remek sportesemény.